Dim Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. És akkor most folytatjuk, ez a záró trailerünk. A Moon Knight-ról nem fogunk szerintem csinálni, mert az annyira engem nem érdekel, de majd megnézzük persze. Most csináljunk erről, ami egy elmaradás, ez mikor jött ki? Egy hetes legalább? Talán. Most, ja, attól is függ, hogy ez a videó mikor jön ki, meg hogy mikor veszük föl, ez mindig egy érdekesség, nálunk nem baj, teljesen mindegy. A Jurassic World-nek a záró epizódját viszont nagyon jó cím. Harmadik rész, pont beszéltük a Gyurival, hogy igazából nagyon tetszett nekünk az elmúlt két rész. Igen, én újra néztem most, és tökre jövöztem. Szórakoztató volt. Ráadásul a csatornánkon még egy játék bemutató is van, ugye a Jurassic World-nek. Hát, azt nem tudom, hogy játék bemutatónak mondjam el azt a trollkodást, amit te ott művelsz. Miért trollkodás? Mert ökörköd, baromságokat csinálsz. Hát ez egy vicces. Emlékszem, hogy leraksz valami sineket, igen, ami vonatot. Mehet ez a relvé, aztán felszeded a talapzatát, és ott marad a levegő a sínt. És mondod, hogy feltaláltam a levegő sínt. Jó az a játék, amúgy annak is jön a második része. Lássuk az új trailert. Parasaurus. Ezek vajon el voltak a hidegbe? Ez mennyire? Hát nem hiszem, szerintem egyik sem volt el a hidegbe. Hát, ja, úgy kicsit furcsán tűnt. Ezek kicsit nagyobbak a régi Jurassic Parkba, és próbálják lefogni, és elránt több embert. De jó ez a hang. Tök jó volt, hogy átfűződött. Sheer, az egy olyan jó angol szó. Life will find a way. Ezt szereted, ezt a mondást. Az élet utat tör. Én meg ezt a színt. Olyan jó ez a szín. We can't keep her here forever. They find her, we're never gonna see her again. It's a blue. Protect her. That's our job. Ez a blue, meg a lánya vagy fia. Humans and dinosaurs can't coexist. Mosasaurus. Úgy tényleg nem tudnak együtt élni. We created an ecological disaster. De jó! Alan Grant. You didn't come out all this way just to catch up now, did you? You coming or what? Tök jó. Imádom a Sam Neill-t. Én is nagyon szerettem, olyan barátságosnak tűnik. Terizino! We not only lack dominion over nature, we're subordinate to it. Meg a Deino akármi, nem tudom pontos nevét. Come back. I always come back. Ez Quetzal Coatl, fogadjunk. Aha. Nem. De jó jelenet. Hoppá. Don't move. Együtt. Why do they always have to go big? Annyira jó a Jeff Goldblum, nem? Ez egy tréler. Gyurikám, gyerekek maradtunk. Gyerekek maradtunk, és mindig azok maradunk. Mennyi új dinót látunk, imádom. Mindegyiket ismerem. Gyerek, jó. Egyik jobb, mint a másik. Neked az ismereteidet amúgy elmélyítette a kedvenc játékod, természetesen, onnan tudom az összes valahol dinónak a nevét. Nekem meg még, mivel nagyon vigyázok a könyveimre, több száz könyvem van otthon, ugye megvan még mindig az összes gyerekkori dinoszaurusz könyvem, amik tök aranyosak. Én imádtam dinózni, az egyik kedvenc elfoglaltságom volt. Igen, pedig amúgy tényleg nem létezhetnének együtt a dinók az emberekkel. Egyik csillagászatos könyvemben olvastam, nem mintha olyan nagy megállapítás lenne ez, hogy azért tulajdonképpen kellett az az aszteroida, ugye, ami ott a mexikói öböl mélyén van jelenleg a nyoma, és kellett a dinóknak a kialása, mert tényleg az ember ilyen értelmes élet legalábbis biztos, hogy nem tudott volna kifejlődni ilyen állatvilág mellett. Hát levadáztak, szóval azért ezek nem mamutok. Tehát, hogy... Ez, most gondolom, hogy tudott volna létrejönni a civilizáció egy Tyrannosaurus horda mellett, és most már le tudnánk őket győzni. De azért
Jó, de ezen lehet vitatkozni. De itt most elhangzik a Jeff Goldblum szájából, hogy we are subordinate to nature, tehát, hogy mi alsóbbrendűek vagyunk a természettel. Ez így van. Ez igaz, de nem a dínókkal szemben. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy hogyan akarják ezt az egészet eljátszani itt most, hogy hirtelen megáradt a tenger, és lerohanják az emberek világát a dínók. Igen. Honnan? Ja. Amikor hányan szabadultak el? 20-an? Ja, onnan a kis kastélyból. Igen, tehát most itt eltelik 10 év, amíg ezek szaporodnak valami zárt helyen, és aztán hirtelen támadást indítanak, és már minden városba betör mindenféle állat. Ez nagyon jó, amit mondasz, mert ez szerintem nagyon kényes kérdés volt már a majmok bolygójánál is, csak ott remekül megoldották, hogy tudnilik kiszabadulnak ugye a majmok, és hogy ott van a Golden Gate hídi csata. Igen, de ott kihalunk, addigra kihalunk. Így van, pontosan, és ott ez meg különben, amúgy érted, kit érdekelnének. De különben ebből annyira jó dolgokat lehetne csinálni, hogy megint egy kihalási esemény, egy vírus kirtja, vagy megtizedeli az emberiséget, és marad pár ezer ember, és a dínók valahogy visszatérnek, és akkor a közös együttélés. Persze. Hú, hát ez marha jó lenne. Igen, de jogos a felvetésed, hogy a filmnek feladata az, a forgatókönyvnek feladata, hogy jól megoldja azt a kérdést, ami már ott motoszkál a fejünkben a második rész végén, ami egyébként szintén szerintem egy tök jó ilyen horror rész is, ugye, avval a kastélyos. Az nagyon durva azzal az a... Nagyon jó. Mi az Indominus? Indominus Rex. De az nem Rex, hanem... Ja, nem. Indoraptor. Indoraptor. Úgy, de jó, egyszerre mondtam. Az, hogy az a nagy karmaival megy, és szegény kislány betakarózik, de az nem segít rajta. Nem, szóval nagyon nagy feladata annak a filmnek, mert szóval annak a filmnek a végén már belénk hasított a gondolat, hogy hát itt egy nagy feladat, hogy ezt hogy oldjuk meg? Ezt, amit a Gyuri mond, hogy akkor most eltenyésznek a dinók, de hogy tenyésznek el? Hol? És hogy egy F-18-as raj amúgy nem tudja őket kiiktatni, érted? Tehát, hogy azért ez nem... A hadsereg az cafatokra szedni őket, semmiségük nem lenne. Nyilván. Ami ezt sem igazán tetszik, hogy havastáj, lehet, hogy ez lesz a magyarázat, hogy valamilyen havas helyen hát, emberek rezervátum. Világban ott hirtelen gyarapodtak, de azért ennyire, hát nem tudom. Hát az fix, hogy lenne egy politikai vita, és jogos is, hogy lenne egy politikai vita, hogy mi legyen velük. Tehát, hogy tudnélik, a kiszabadult dinoszauruszokat a mai világban már nem lehetne csak úgy levadászni, hanem, hogy mit kell vele csinálni. De ma is azért, hogyha egy farkas, ugye innen például a pécsi állatkertből, amikor kiszökött egy farkas. Ja, akkor nagy pánik van. És akkor pánik van, és hát le kell vadászni a farkas, tehát akkor azt ott el kell kapni, de akkor, hogy lelőjéken elő, befogni, visszavinni. Hát most ez itt egy érdekes gondolat. De én nem értem, hogy miért nem lehet nekik egy kis, mondom, egy Madagaszkár-szerű hely, és akkor ott azt csinálják, amit akarnak, és nem pofázunk bele. Annak az egyetlen veszélye szerintem az lenne, hogy időnként ilyen gazdag seggfejek oda mennének egyet, befognának, tudod, engedély nélkül. Ez érdekes kérdés. De ennyi. Ökológiailag se tudom én megmondani, hogy mekkora terület kell ahhoz, hogy egyensúlyban legyen például húsevők, növényevőknek ez a... Tehát, hogy mert elrakod őket Madagaszkárra, és akkor a tiranoszauruszok mondjuk kinyírják az összes növényevőt. Hát miért a izéba is a... Ezt is ezek mindig dzsungeles környezetben vannak, meleg helyen. Jó. A második részben is megvolt az, hogy a... Mit tudom én, hogy megyünk beljebb a szigetre, ott vannak a raptorok, és legbelül a rex, vagy valahogy így, tehát, hogy azoknak megvannak a kis élethelyeik. Ja, de hogy úgy érted, hogy mint nagy állatkertet, nem az, hogy szabadon engedni. Ja, én úgy értettem, hogy szabadon engedni. Hát, mert ha szabadon engedni őket, mondom nekem, tehát, ha kaptának egy kurva nagy szigetet, és ott hagyjuk őket. Jó, csak tudod, most itt merült föl bennem a kérdés, hogy mi van akkor, ez a sziget, akár Madagaszkár, ez nem túl nagy. Madagaszkár? Hát jó, nem egy kis területről van szó, de ahhoz lehet, hogy elég kicsi, hogy egy generációnyi tyrannosaurus föléje az egészet. Hát levadászon ott mindenkit, érted? Figyelj, szerintem mondjuk, nem tudom, mondjuk Baranya megye. Igen, Magyarország leghíresebb megye, csak mondom. Baranya megye nagyságú területre beraknád, ha lenne egy akkora sziget, na hagyjad már, hogy ott biztos az A-ból B-be egyik feléből nem megy el a Rex azért a paraszauruszért, hogy megegye. Nem, lehet, hát ezeknek igaz, van egy élete. Nem, most tényleg lehet, hogy igaz. Ja, jó, mindegy, ezek jó kérdések, majd itt a tudósaink mondják el a véleményüket erről. Jogos. Mert vannak tudósaink. Én egyébként szerintem nagyon sok olyan hozzászól van, aki úgy tapasztalom, hogy végzettségét tekintve is, hogy hozzá tud ezekhez szólni, ami jó. Ez feladat, és nagyon várjuk, hogy ezt hogy oldja meg ez a film. Ez a film, ez le fogja őket vadászni, hát nem tudnak már. Hogyha beszabadulnak a városba, úgyis lelövöldözik őket. Ha szerencsénk van, akkor talán összeszednek egy párat. Ja. Ilyen zöldek majd elérik, hogy ne írtsuk ki őket teljesen, és rakják le egy szigetre. De akkor meg már nem lehet folytatni. Akkor nem lehet folytatni. Nem, ez rohadt. Ebből egy sorozatot lehetne csinálni, nyitni abból a kiindulási pontból, hogy egy vírus kiirtott az emberiséget, páran vagyunk,
nagy elhagyatott városokban megyünk, tudod, amit már belepett a növényzet, meg a természet, és a dínók meg mindenhol vannak. Nem zombik, hanem dínók. Marha jó lenne. Marha jó lenne. Kéne egy ilyen videójáték is, ez tény. Ja. Hát nézzétek, akárhogy is, de meglepett minket, ugye én egy kicsit az először fanyalogva álltam a Jurassic World-höz, de aztán a fanyalgásom elmúlt, és furcsa módon minél többször látom, hát eddig olyan háromszor láttam a Jurassic World-ot, hogy azt kell mondjam, hogy egyre jobb. Egyébként ebben nagy szerepe van a Chris Pratt-nek, akit én nagyon szerethetőek a karakterek, ez kulcsfontosság, ez tényleg az. Igen, és a második rész is jó lett, és én most nagyon azt mondom, hogy jöjjön a harmadik, és lássuk, úgyhogy izgalmas évünk lesz e tekintetben. Hajrá dinók, hajrá pimpek, sziasztok! Sziasztok!